Nyírmihályi községből 1944. október 28-án 246 embert vittek el az oroszok Máleinki robotra, közülük 99-en soha nem tértek vissza. Ezekkel a gondolatokkal kezdi a megemlékezést a 76 éves Szabó András a könyvében. A kötet bemutatón a szerző úgy fogalmazott: sokszor volt már a halál torkában, de valahogy mindig visszajött onnan. Talán azért, mert ezt a könyvet meg kellett írnia. Azaz októberi reggel gyásznapként került be Nyírmihályi történelmébe. A településen élők korábban nem mertek beszélni erről az eseményről, ezért is kellett hosszú éveket várni Szabó András könyvére. Fogtam a kis magnómat, elmentünk, elbeszélgettünk az öregekkel, és elmondták, hogy mi történt. Nem közösségben, akkor még nem lehetett. És így lassan összegyűlt, mert itt mindnek élő hang van. Ez nem csak úgy kitalált, és élő dokumentumok vannak. Amikor ez megkerült, régi vágyam volt nekem már, hogy egyszer rögzítsük. Még akkor nem lehetett, még 90 erőről beszélek. A halál oka lelövés. A legtöbb halotti anyakönyvi kivonaton ez olvasható. Ezek az eredeti dokumentumok is igazolják Szabó András történetét. Magyarországról több százezer embert hurcoltak el szovjet hadifogságba. Február 25-e a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja. Itt a választókerületben 4 településünk van, ahonnan elhurcoltak Máleinki robotra több száz polgárt. Mérkvállalj, ott Tiricsi Rihád főosztályvezető úr ezt könyvbe megmentette az utókornak, köszönet érte. Encsencsen 150 embert hurcoltak el, ott az önkormányzat igen aktív a Máleinki robotra való emlékév kapcsán. Én nagyon remélem, hogy ott is fog születni egy ilyen könyv. Ami történt 1944. október 28-án című könyvet a Nyíregyházi Józsa András Múzeum igazgatója, Bene János lektorálta, aki beszédében kiemelte, amikor 9 éve múzeum igazgató lett, Szabó András volt az első vendége, így már hosszú évek óta ismeri őt és a gyűjteményt. A könyv kiadását a Szent Luca Humán Szolgáltató Központja is segítette, a szerző és a központ igazgatója véletlenül találkoztak. Bementem a múzeumba, beszélgettünk egy kicsit, és András bácsi elővette egy fényképet, és mondta, hogy na, hol van ezen Katica? És akkor kiderült, hogy Katica az én édesanyám, mert hogy én félig meddig Mihálydi, ahogy mi annak idején mondtuk, mihálydisi vagyok, és onnantól kezdve kezdtünk el beszélgetni, majd András bácsi a kezembe nyomott egy megsárgult stencirezett kéziratot, és azt nézegettem, és azt mondtam, hogy hát ilyen nincs, hogy egy ács ember amatőr történészként egy teljesen más látásmóddal történelmet ír. A könyv kiadáshoz forrást keresett a központ, végül az Emmi Gulág Emlékbizottsága 2 millió forinttal támogatta a művet. A kommunista diktatúra egy szörnyű nemzeti tragédia volt. Az elhurcolások miatt generációk estek ki a kis települések életéből. Ezekről az emlékekről viszont bármennyire is fájdalmas beszélni kell, tette hozzá Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés alelnöke.